Fogós Ali. Mit keresne bármilyen nő egy olyan alak mellett, aki a fogójával mások ujját tépkedi le? Mi legyen ez ellen? Jól nézd ezt meg. Ha nincs ez a fogó, vajon elárultam volna a testvéremet? Megöltem volna? Ha nincs ez a fogó, és ő bajba kerül, nem az lett volna az első, hogy a segítségére sietek? Egyébként is. Ki az a fogós Ali? Szóval, akkor mi legyen? Ez a lány szereti őt. Ma a szemébe néztem, és láttam, hogy ez eltakarja. Én letépném a tökét, de Bahár oda van érte. Te, gondolom, fogós Ali nem hagyja futni, ugye? Neked nem osztottak észt? Vége van, Teffo. Minek van vége? Fogós Alinak és a hülyeségeinek. Ez halál komoly. Nem egyértelmű. Most dobtam el. Befejeztem. Vége. De Ali ugye megmarad? Tessék, már el is tűntek a hangok, amiket eddig hallottam. Ennyi volt. Teljesen elmúlt. Volt nincs. És most már nem is lesz. Ennyi kellett, látod? Na, menj te is, Teffo. És vigyázz magadra. Holnap meg majd jössz, ha gondolod. Jó utat neked, Ali bátyám. Köszönöm. Ali feladta. Holnap elmegy. Teffo, miért nincs itt? Most ne vele foglalkozz. Őt is elintézzük. De előbb ezt. Viszont ne ti csináljátok, valami külsős legyen. Még a környéken se ismerjék. Rendben. És elárulod miért? Nem úgy volt, hogy a fickó tiszta? Igen, de engem most nem az érdekel. Nem bizony. Olyasmihez nyúlt, amihez nem kellett volna. De még csak ránéznie sem. Nemhogy elvenni őt a szemem elől. Igen, ő tiszta, de én nem vagyok Szelim. Legyenek nálad. És még egy fontos dolog. Az embered ne egyedül próbálkozzon. Ezek gyakran csapatban járnak. És amikor együtt vannak, védik egymást. Külön-külön kell elkapni őket. Ahogyan én szoktam. Ahogy én tanítottam, igaz? És ha lehet, nem várjuk meg, amíg megöregszenek. Menjetek rá most! Nem érdekel, hogy milyen módszerrel, de intézd el! És te, Ali? Akad még nekem is néhány kép. Halló, Cengiz? Valamiről feltétlenül tudnod kéne. Nem, sokkal jobbat tudok. Gyere át, és megmutatom.